Sziasztok, kedves barátaim! Ismét következik az Ekádás, és ráadásul holnap következik Jogini Ekádasi. Brahmanda Puránában olvashatunk erről a történetről, az Ekádasiről. Van egy ilyen király, a mennyeiknek a királya, ez nem a lelki világ, hanem a főső bolygórendszernek egyik bolygónak a királya, Kuvera. A Kuvera király imádja az Úr Sivát, a fővárosának, ahol ő lakik és ahol uralkodik, a neve Alokapuri. Ő a jáksáknak a királya. Ugye 400 ezer emberfaj létezik, és a jáksák ez is egy emberfaj. Neki volt egy kertészet, aki mindig szedte virágokat, és hozta a Kuverának reggel korán a virágokat, mert a Kuvera imádja az Úr Sivát. A kertészetét úgy hívták, hogy Hema Mali, volt neki egy nagyon csodálatos feleségje, aki gyönyörű volt. A feleségnek pedig a neve Visalakshi. És ahogy mondtam, minden reggel hozta virágokat, a Manasi Sarovárnál gyűjtötte a virágokat, és egyik alkalommal ugyanúgy elment gyűjteni virágokat, de nem vitte el Kuverának, hogy az imádottnál tudjon ajánlani, hanem a feleségének a szépségével el volt teljesen bódítva, és akkor ott maradt vele. 6 órán keresztül Kuvera várta a virágokat, hogy hozzon a kertészetje Hema Mali, hogy tudjon imádni az Úr Sivát, de nem volt, ezért elküldött egyik szolgát hozzá. A szolga látta, hogy a Hema Mali teljes mértékben élvezi a feleségnek a társaságát, és ezt el is mesélte Kuverának. Kuvera nagyon mérges volt. Hívta magához Hema Malit, Hema Mali eljött hozzá, hódulatot ajánlotta, kérte bocsánatot, de annyira dühös lett a Kuvera, hogy mondta neki, nem, most akkor megátkozlak, a földbolygón fogsz születni, és leprás leszel. Így hamarosan a földön született meg a Hema Mali, leprás volt. Mivel a felső bolygó rendszerről jött, ezért az arra utal, hogy a karmája eléggé jó, és ezért ennek köszönhetően képes volt emlékezni az előző életükre, és ő tudta, hogy ő kicsoda, és miért beteg. Keresett a földön menedéket, ahol tudjon megszabadulni ettől az átoktól, és így a keresés által a Himalájukhoz kötött ki. Himalájukban találkozott nagy híres bölcsel Markandeya Rishivel. Elmesélte Markandeya Rishinek a történetét, és kérdezte, van-e valamilyen tanácsa, ami segítene neki megszabadulni ettől a szörnyű leprás betegségtől. Markandeya Rishi akkor elkezdte neki mesélni a Jogini Ekádasiről. Mondta, hogy ha valaki Jogini Ekádasin bőtöl, akkor bizonyára minden karmától és átoktól fel fog szabadulni. Elmesélte Jogini Ekádasinak a dicsőségéről, és mondta, hogy ez a Ekádasi napja esik, ugye a holdnaptár szerint, június-július hónapban. Végül Hema Mali bőtöt tartott, vezekelte az Ekádasi napján, és sikeresen megszabadult az átoktól, és visszatért hazájába. Ez a kis rövid történet a holnapi Ekádasiről. Természetesen, ahogy már meséltem korábban, hogy Ekádasi, ugye ez egy ciklikus folyamat, és az azt jelenti, hogy újra lehet indítani a rendszerünket, újra lehet kezdeni tiszta lappal, hogyha idáig sok hibát követünk el, akkor tudjunk megsemmisíteni azokat, ami idáig történt, de az akkor fog működni, hogyha mi törekszünk, Ekádási utáni naptól már nem követni újra ugyanazokat a hibákat, hanem próbáljunk emelkedett életet élni. Ezen a napon nem jó üzletet kötni, sokat utazni, de ugyanakkor nagyon kedvező lelki témával foglalkozni, beszélni az Úrról, hallani az Úrról, valamilyen szolgálatot végezni az Úr számára, mert akkor lelkileg nagyon gyorsan tudjunk fejlődni. Megtörés pedig keddi napon lesz, 4:56 és 10:11 között. Köszönöm szépen eddigi kommenteket
írásokat, hogy ilyen sikeres tapasztalatok vannak nektek az ekádási betartásával. Inspirálok a többieket, akik még nem tartanak, próbáljátok ki, mit kell csinálni ezen a napon. Nem kell sok mindent csinálni, bőtölni. Nagyon kedvező. Kedvezőtlen például enni a hüvelyeseket és a gabonát. Hogyha valaki tud szárazbőtöt tartani, tartson szárazbőtöt, nem kötelező. Valaki csak vizet iszik, az is nagyon jó. Hogyha valaki bármit eszik, csak nem eszik gabonát és hüvelyeseket, ez is számít ekádasinak, a vezeklésnek, és ő is fog kapni lelki eredményeket. Lájkoljatok a videót, köszönöm a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornára, majd találkozunk, Hare Krishna!